Szeretettel köszöntök mindenkit a zene világnapján szóval. A Magyar Kórusok Zenekarok Szövetsége minden évben két kiemelt zenei világnapi gálahangversenyt szervez. Tradicionálisan az egyiket a Budapesten a Néprajzi Múzeumban szokott megrendezésre kerülni, a másik pedig Vándor rendezvény. Mint a képzelés kafétáról beszélt igazgató úr is, illetve Dani Zsuzsanna már tett említést arról, hogy látható ott a homosok mögött ugye az a C levének számára készült és Dunaszegről indított Kozma Laci, a Dunaszegi vezető népzenei együttes ötlete volt, illetve a Kóta népzenei tagozatának éppen Laci vezetője. Ők indították 8 évvel ezelőtt a kisalföldi jellegzetes C levének számára készített fény keretes szalakötős, tehát ahol előfordult a célegé, ezzel igazolták, hogy jól teljesített, mestervé váltak, hogy mindenhol igazolt szalakot ráhasztottak erre az építményre. Hát ennek mintájára minden évben Vándor stafétra, népzenei stafétaként az ország egy-egy, vagy a Kárpát-medence egy-egy kiemelkedő együtteséghez kerül ez a staféta, így jutott Mezőtúrról, Csíder Istvánéktól, a Szivárvány Népzeti Egyesületről a Szolnokra, tehát Jászlónak a Szolnok megyében ugye már két éven keresztül is tisztelhették ezt a fantasztikus dolgot, és most pedig majd a programunk végén, a gálahangverseny végén alsópálok veszik már a stafétát és folytatni tovább. De hogy ugye Zsuzsi azt mondta, hogy nem beszélünk sokat, ez nekem mindig nehéz, de hogy függetlenül most akkor azért szorom adom ezt a kárnyacsület a kezemben, amit kaparnak hívnak, és nem hoztam 70 hangszert, mint hoztam, szoktam, most csak kettő. Úgyhogy gyorsan egy rövidet kavalozom, hogy a végeket a Kárpát-medencék derdiális oldalról néhány ismerős dallamot, egyik tánzdallamot, és aztán utána pedig. Az ellenvilágot, hogy arra találtál, hogy közösen írjuk a dalt a zenét, akkor választunk egy olyan dalt, ami Jász, mert nem szóval, hogy mennyire szólnakhoz kötődik, és biztos, hogy mindenki ismeri, szinte mondhatja, hogy magyarul tud, mert kapar volt, igazán jó? Első, elsője, azaz hát kényelmesen a munkalapot figyelembe venni, első nem munkalap.
a zene világnapja. Én nem vagyok híve annak, ha valamilyen külön ünnepnapot jelölünk ki, mert akkor az a mindig baj van. Legyen ez a földnapja, a víznapja, a nőknapja, vagy bármiféle dolog, ha ki kell tüntetni valamit nappal, akkor mindig szeretném kompenzálni valamiképpen. De természetesen nem akarok ünnepnapot gondolni pont a zene világnapján, és hát a zene tudjuk, hogy mekkora csoda, aki ülelő, az tudja, hogy ezen a pályán kétszer-kettő az nem négy, hanem öt vagy sokkal több annál. Én legutóbb úgy fogalmaztam, nem azért, mert sötét szemüveget vettem föl, a látvány művészete fényben él, a zene sötétségben is utat mutat, úgyhogy kérem szépen mindenki kapaszkodjon bele, örömét, szívét, bánatát, de leginkább örömét tegye bele, és legyen az országnak és a Kárpát-medencének kedve mulatni, ezt kívánom mindenkinek. Jászló Sági gyerek vagyok.